A zenei élet nem csak móka és kacagás. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nem csak álló, hanem hulló és stagnáló csillagok is vannak a popzenegén. Ha szóba kerül, hogy egy ismert énekes feltűnik egy tehetségkutatóban, akkor többnyire zsűritagként számítunk rá. Az utóbbi években azonban mind a Rising Starban, mind pedig a Voice-ban a színpadon is találkozhatunk versenyzőként már befutott énekesekkel. Ilyen volt Nika, aki 2012-ben került újra a mainstream zenei világba. Ugyanakkor tiniként találkozhattunk vele először, hiszen a 2000-es évek elején két nagy lemezzel is rendelkezett már. Oké, de most beszéljen Nika arról, hogy miért jelentkezett a Voice-ba. Némi rábeszélésre történt az, hogy akkor rávettem magam, hogy próbáljuk meg, hiszen a Voice az világszinten egy olyan zenei tehetségkutató, ahol nem titkoltan szakmai berkekből is lehet indulni. Mai napig megállítanak az emberek, és azt mondják, hogy nekem szurkoltak, és gyakorlatilag ezért érdemes színpadon állni, ezért érdemes énekelni. Úgyhogy amire jelentkeztem, azt én elértem. Még mielőtt kiderül, hogy Nika mit érzett a színpadon 2012-ben, jöjjön Sing Vicky, aki nem csak énekesként, hanem énektanárként is figyelhette belülről a Rising Star-t. Alapjáraton tanárnéniként álltam rögtön hozzájuk, és rögtön próbáltam szakmai tanáccsal segíteni őket, tehát attól függetlenül, hogy most ők egyébként versenytársaim, tehát hogy ezt a dolgot én abszolút félretettem. Sokkal inkább tekintek rájuk barátként, mint versenytársként, és ez így volt a verseny alatt is, tehát hogy ők nekem a barátaim, és a barátaimnak segítek. Szóval Vickynek igazából barátokkal kellett versenyeznie, de nem bánta meg. Ez egy fantasztikus lehetőség volt ahhoz, hogy mindannyian megmutassuk magunkat, és új barátokra lejjünk. Új kollégákra, új kapcsolatok, zenei kapcsolatokra. Újvári Zoltán, vagyis Zola, aki egy ideig a zenélés mellett a Viva TV műsorvezetője is volt, soha nem indult tehetségkutatókon. Nem is merne elindulni. Nagyon félnék elmenni egy ilyen műsorba, pontosan azért, mert valahol az ember lehet, hogy itt már nem mer kockáztatni. Valaki biztonsági játékos ebben a dologban, valakit érdekel, úgymond az a vélemény, valaki pedig azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, és a saját magától szeretne valamit elérni. De most már nem borzoljuk tovább a kedélyeket. Eláruljuk, hogy Nika jól jött ki a Voice-ból, bár fel kellett dolgoznia a bizonyos fokú sikertelenséget is. Hogy nagyon szépen fogalmazzam, bár nem ez a kifejezés jutott először az eszembe, egy jó nagy pozitív fenékbe billentés nekem. Egész végig a verseny alatt az volt a fejemben, hogy azt kell csinálnom, hogy egész életemben eddig kiállnom és szabadon énekelni. Ezt tudod, mikor sikerült? A legelső megjelenésemkor, amikor az úgynevezett blind meghallgatáson megfordultak a zsűritagok, ahol egy Tóth Gabi-dalt énekeltem. Olyan érdekes, hogy megéreztem azt, hogy mi az utolsó pillanat, amikor Páldénessel ketten álltunk már Mezőmisinek a csapatában, és én tudtam, hogy ott el fogom búcsúzni. És abban a búcsúadásban tudtam még úgy énekelni igazán szabadon. Bárhonnan is nézzük, mi nézők járunk a legjobban ezekkel a tehetségekkel, hiszen a műsorok színvonalát ők emelik igazán.